Nem szeretném, hogy az Orbán kormány eladósítja az országot Oroszország felé. Mi a gond Putyinnal? Hát, megölette az újságírókat. Az egy gond, nem? Nem szeretnénk vele barátkozni. Ezért jöttek ide? Hát egyrészt igen. Ha már egyszer lezártuk az orosz-magyar barátságot, akkor lezártuk. Ez az igazi megszállás. Most kéne felavatni az emlékművet. Nagyon nem szeretjük ezt a helyzetet. Nem azért, mi már leértünk az életünk nagy részét. De itt vannak a fiatalok. A gyerekek, unokák. Tehát nekünk oda kell ezekre is figyelni. Ide kell jönni és fel vagy megmutatni, hogy van erőnk. Nem otthon ücsörögni, vagy a kocsmába. Ultizni? Ultizni lehet. De az csak pénzzel jár. A nyugdíj, 800 forintot adtak. Gyönyörű. Meg lehet élni. Húzzam össze magamat. Azt mondják, hát most 164 vagyok csak. Hát még lejjebb menjek. Orbánnak meg lehet élni. Ukrajna! Európa! Slúsaj! Slúsaj! Tavaris Putin! A 21. században kulturáltan kell elintézni az emberek közötti és nemzetek közötti vitát, tehát le a háborúból. Azon Putyin, hogy egy antidemokratikus rendszert épít, és nem partnernek kezel más államokat, hanem a függőségi rendszerbe próbálja vonni. 10 éve még bőven van Paksnak, ami 15. Addig minek költik el a mi pénzünket? Tessék mondani. Most Putyin ellen tüntetnek. Mit szól hozzá? Jogos. Miért? Mivel mindent megvonnak tőlünk, a magyaroktól. Minden. Mindent megvonnak a magyaroktól. Európát ne rúgd ki államot. Putyin! Yeah! Putyin! Yeah! Azért jöttünk a tüntetéssel a keletitől a nyugati pályaudvarig, hogy kifejezzük ezzel az akaratunkat, hogy Magyarországot ne vigyék keletre, ne vigye Orbán Viktor keletre Magyarországot. A holnapi találkozó nagyon kritikus ebből a szempontból, és az a külpolitika, amit Orbán Viktor folytat, borzasztó, eladósítja és tönkreteszi az országot hosszú távon. Ezért jöttünk mi most nyugatira, és ezért szeretnénk, hogy az ország is nyugatra menjen.